Boldog új évet kívánok és gratulálok, mert nagyon jó kezdtük ezt az új esztendőt itt rögtön a második napon. Mennyire tartottunk ettől a beactól, mennyire vettétek szigorúan, komolyan a felkészülést? Boldog új évet kívánok én is mindenkinek, neked is. Komolyan vettük egyértelmű, ez nem kérdés, egy komoly csapat jött ma ide hozzánk. Úgy gondolom, hogy hosszú idő óta először több győzelmük van, mint vereségük, és talán, ha jól emlékszem, 6. helyen állnak. Tehát ez közel sem az a beac, akit félváról lehetne venni. Tehát úgy gondolom, hogy komolyan vettük a felkészülést, és szerencsére én úgy éreztem, hogy a lányok is komolyan vették, és ez talán a mérkőzés elején meg is mutatkozott, ott azért egy igen nagy arányú előnyt sikerült kiharcolnunk, és bár utána talán kicsit kiengedtünk, ez nem, tehát ettől még nem forgott veszélyben a győzelmünk. Mivel voltunk jobbak, miben voltunk jobbak? Számít ilyenkor az, hogy nekünk más a ritmusunk az Euroligában, még hogyha ott nincs is sikerünk, de azért itt talán kamatozik az, amit tapasztalatot ott szerzünk. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy hány győzelme van egy csapatnak az Euroligában, vagy esetleg nincsen, ahogy most mi állunk, azért mondhatjuk, hogy fiatal csapat vagyunk, és ott az minden egyes perc mindenkinek úgy gondolom, hogy tapasztalatszerzés, és abból csak előre fele léphetünk, tehát ez biztos, hogy segít a hazai meccseken. Úgy gondolom, hogy ma azért bár voltak kihagyott zicserek ott az elején, kicsit meg is ijedtem, de azért mondhatjuk, hogy az első fél időben mindenféleképpen jól dobtunk, és úgy gondolom, hogy azért az elején főleg betartottuk azokat a védekezéseket, amiket megbeszéltünk, és az, ami a győzelmet hozta. Az utóbbi időben nem volt annyira egyszerű a helyzetet, hiszen ugye klasszikus irányítóként tulajdonképpen egyedül voltál a pályán Evans kiválásával. Nagyon jól fölpörögtél erre a mérkőzésre. Mivel készültél most külön? Hogy sikerült a szilveszter? Hát igazából ugye köszönöm szépen elsősorban. A szilveszter az inkább ilyen lightosra sikeredett, mert másnap edzés volt ugye előtte is. Igazából úgy érzem, hogy ugye nára volt a műtétem, és tudtam, hogy idő lesz, még így teljesen visszakapok mindent, és most úgy érzem is, hogy teljesen így jön vissza, robbanékonyabb vagyok, védekezésben is egyre, még mindig vannak hibák, de úgy érzem, hogy javulok, és ezt így lehet érezni a pályán is, meg mondták kintről is, hogy egyre jobb. Úgyhogy igazából az elmúlt meccseken már próbáltunk ugye önbizalommal játszani, mert előtte ugye sokszor a nem jó százalékkal dobtunk, viszont az elmúlt meccseken talán ugye jobbra sikeredett, így az új év előtt, és most is bennem teljesen magabiztos voltam, volt önbizalmam, úgyhogy így jöttem ki erre a mérkőzésre is. Ugye kicsit úgymond lehet, hogy nehezebb volt a dolgunk, mert Zsejko ugye nem készült velünk, tehát ugye nem volt az edzéseken, de én már edzésen is éreztem, hogy Zsófi vezetésével nagyon jó edzéseket csináltunk, és abszolút felkészített minket erre a mérkőzésre, és tudtuk is, hogy kell, mert a Beac ugye elég komoly csapatokat vert meg ugye az elmúlt időben, és tudtuk, hogy van az a karakterük, hogy tudnak nagyon jól védekezni, jól dobni, tehát hogy bennük van ez az agresszivitás is, hogy mennek és csinálják, és tudtuk, hogy az elejétől kezdve oda kell figyelnünk erre, és meg kell állítanunk, hogy ne legyen annyi önbizalmuk a meccsen. Könnyebbség volt, hogy az első negyedben már nagyon jól jött ki a lépés, és komoly előnyre tudtatok szert tenni? Szerintem igen, mert ugye ez is volt a célunk, hogy ne kapjanak ritmus, ne az legyen, hogy sokat kapunk, és akkor mindenki náluk is önbizalommal teli lesz, és utána bedobnak extra kosarakat. Úgyhogy ez volt a célunk, hogy nagyon keményen védekezésbe elkezdeni, és mellette mi meg gyorsan játszani, és próbálni a helyzeteinket ugye bedobni. Úgyhogy ennek örülök, hogy így sikerült, és így ki tudtunk jönni. Szokták mondani, hogy az új év ugye, hogyha kicsit úgymond karácsonyunk is kevesebb edzés volt, ugye most se volt annyi, hogy nehogy az első meccs még talán mint egy edzőmérkőzés úgy szokott sikerülni, de most úgy érzem, hogy mi nem jöttünk ki, úgy aludtam, vagy hogy mondjam, fáradtam, nem nagyon komolyan mindenkin úgy láttam, hogy belead teljesen mindent, úgyhogy örültem, hogy így kezdtük az évet, és most ezen az úton kell tovább menni. Nagyon jól kezdtük a negyedet, az első mérkőzést rögtön, aztán utána azért egy kicsit szorosabb volt a második, harmadik is, viszont te végig nagyon jól pörögtél, és a második fél időben azt gondolom, hogy sokat tudtál adni a csapatnak a tartásához, hogy megmaradjon ezért az a 20 pont körüli különbség. Külön valami dologgal készültél erre a meccsre?
Köszönöm szépen. Először is igazából csapatszinten készültünk erre a mérkőzésre. A Beasz nagyon sok bravúr győzelmet aratott ebben a szezonban, és tudtuk, hogy nagyon komolyan kell őket venni, hiszen nagy önbizalommal jöttek egy Beasz elleni siker után. Szerettük volna tényleg úgy kezdeni az évet, hogy egy győzelemmel és egy magabiztos győzelemmel, hiszen nagyon fontos mérkőzések várnak még ránk januárban, és tényleg úgy szeretnénk ebbe a sorozatba belemenni, hogy mindenkiben önbizalom van, és hogy ki tudjuk hozni belül magunkból a maximumot. Mi járt a végjátékban a fejedben? Ugye volt egy olyan szakasz, amikor egy picikét ott kihagytál két büntetőt, vagy talán hármat is egymás után, viszont láttam rajtad, hogy iszonyatos akarással dolgozol, itt repkedtél a végén, lekaptad a lepattanókat is. Mi járt ilyenkor a gondolataidban? Hát nagyon mérges voltam magamra, hogy kihagytam ezeket a büntetőket, hiszen nyáron rengeteget gyakoroltam, és nagyon nagy hangsúlyt fektettem rá, hiszen ez a legkönnyebb dobás. Igazából próbáltam kijavítani, hiszen egy olyan fajta düh volt bennem, így a magam felett természetesen, amit próbáltam aztán előnyé kovácsolni, és csak azért is menni, és kijavítani ezt a hibát, úgymond. Illetve Zsajko is kérte, hogy ne üljünk le úgymond a fél időbe, hiába van 20 pontos előny, hogy tudjunk gyakorolni. Ezért próbáltam végig, amíg pályán voltam, az összes percben maximálisan dolgozni, és tényleg segíteni a csapatot egy minél nagyobb arányú győzelemhez. Két idegenbeli mérkőzés következik majd, ha jól emlékszem, az első a TF-nél, és azt mondtátok itt a végén a közönségnek, hogy ezen az úton szeretnétek tovább menni, mi várható ezeken a találkozókon? Igen, a TF-hez látogatunk először. Szerintem minden mérkőzésre nagyon komolyan kell készülni. Erős a bajnokság, és rengeteg meglepetés születik idén, ezt láthatjuk is, illetve a csata ellen is idegenben játszunk, ami szintén nem lesz egy egyszerű találkozó. Úgyhogy mindenképpen úgy gondolom, hogy nincs arra idő, hogy most gyakoroljunk a mérkőzéseken. Minden meccsre úgy kell menni, hogy tényleg élethalál, hogy győzzünk, illetve számítani fog nagyon, hogy a tabellán hanyadik helyen zárunk, szeretnénk minél előkelőbb helyen lenni, rengeteget fejlődni és gyakorolni, hogy tényleg eljussunk oda, hogy döntőt játszunk, és esetleg ott majd meglepetéseket okozzunk.